Öt ország katonai és civil mesterlövészei vesznek részt a csütörtöktől péntekig tartó hazánk által rendezett nemzetközi versenyen. A Klapka Tactical nagy távolságú lövészkupa megnyitóján Takács Attila dandártábornok a Magyar Honvédség parancsnokságának szárazföldi haderőnemi szemlélője köszöntötte a tatai dandár Szomódi lőterén felsorakozott versenyzőket. A dandártábornok megnyitó beszédében úgy fogalmazott, mesterlövésznek lenni sokkal többet jelent egy egyszerű életformánál. A Magyar Honvédségnél mesterlövészkupaként híressé vált versenyen a katonák és a társfegyveres testületek mellett civilek is összemérhetik a tudásukat. A Klapka György lövészdandár, valamint a Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sport Egyesület kétnapos megmérettetésén számos köregységes pálya, két éjszakai pálya, a pénteki napon pedig egy teljesen külön értékelt Steel Challenge pálya vár a versenyzőkre. Ez a Klapka Kupa egy precíziós nagytávolságú lőverseny lesz, ez már a hetedik a sorban. Közel 70 résztvevőnk van az idén, és az évről évre növekszik ez a szám. Ez kb. 15 fő, aki magyar katona. A civilek és a külföldiek azért előnyben vannak, mert ez egy technikai sport, de így is 5 ország plusz, hát nyilván Magyarországnak a képviselői vannak jelen. Az országban nagyon kevés olyan verseny van, hogy ilyen nagy távolságra precíziós lövést kelljen leadni. A mesterlövészek dolgát az is nehezíti, hogy a csaknem 1000 méterre lévő célok nem sík terepen, hanem egy domboldalon helyezkednek el. A lövéseket hasonfekve magaslatról adják le, így a lövedékek átszelik a völgyet, mire elérik a céltáblát. Ezen a lőtéren például a szél az össze-vissza jár. Tehát nem lehet meghatározni, hogy mondjuk itt van 1 méter per szekundum a szél, lehetséges, hogy 400 méteren már 3 méter per szekundum a szél van. Illetve az időjárás. Ugye, mint láthattuk, reggel esett az eső, be volt borulva, most már süt a nap. Minket ez nagyon befolyásol a lövésnél. Az első napon lesz 6 pálya, 5 nappali és 1 éjszakai. Különböző távolságokon lesznek a célok, ismeretlen távolságokon lesznek a célok. Ezeket kell majd leküzdenünk, és ezek adják majd meg az eredményt. Most konkrétan én egy szép M1-es puskával fogok lőni, de itt még ugye vannak más alegységektől, náluk gepárd van. A versenyzők a fegyvereik kalibere alapján standard, magnum, szép, M1, gepárd, illetve katonai kategóriában mérték össze a tudásukat, annak reményében, hogy idén ők vihetik haza a legjobb mesterlövésznek járó díjat.